A nyíregyházi Kantémusz kórus is fellépett a Muzsikál az Erdő programsorozat 15 éves jubileumi rendezvényén Gyulaváros erdőben az erdei iskolában. A felvételek másfél éve készültek, akkor még senki sem sejtette, hogy 2020 tavaszán jó eséllyel nem rendezik meg az idén májusra tervezett programokat. A szervezők ugyanakkor bíznak abban, hogy mind a nyári, mátrai és az őszi, gyulai eseményeket meg tudják majd tartani. Én úgy látom, a realitások talaján állva, hogy a május végi rendezvényt már nem fogjuk tudni megrendezni, bár 95%-os készültségi szinten már le van szervezve. Én bízom benne, hogy a júliusi programunkat, a 9 napos mátrai nagy rendezvényt azt meg tudjuk rendezni. A körösökvölgyi programot azt pedig szinte biztos vagyok benne, ősszel, szeptember utolsó hétvégén, hogy meg tudjuk rendezni. A szervező alapítvány a hagyományokhoz híven a 2020-as évben is meghirdeti az alkotói pályázatokat. Az érdeklődők fotó és irodalmi pályázatra, illetve a legnagyobb népszerűségnek örvendő gyermekrajz pályázatra is jelentkezhetnek. A gyermekrajz pályázatban két kategóriában hirdettünk pályázatot, óvodás és alsó tagozatos korcsoportok részére. A fotópályázat tekintetében pedig három kategóriát fogalmaztunk meg. Van egy általános kategória, ahova bárki pályázhat, van egy ifjúsági kategória, ahol 18. életévüket még nem betöltöttek, pályázhatnak, illetve van egy mobilos kategória is, amely tavaly évben debütált, viszonylag sokan jelentkeztek, úgy gondoljuk, hogy az idejében még többen fognak. Az ünnepélyes eredményhirdetéseket a vírushelyzet enyhülése után a Muzsikál az Erdő rendezvény helyszínein szeretnék megtartani. A pontos helyszínről és időpontról honlapukon és közösségi oldalukon adnak majd tájékoztatást.